A kis oroszlán még nyáron született a nyíregyházi állatparkban, jelenleg már 18 hetes. Nem ez az első eset, hogy a látogatókra bízták a névválasztást. Erre a felhívásra összesen közel 855 let érkezett. Kitty, Csili, Lilla, Fanni, Luca, Lulu, Cuki babus, Cókmók, Hógolyó, Didi és Hópehely. Ezt a rózsahintó óvoda javasolta Budapestről. Végül a kókusz nevet választották a kisállatnak, ezt összesen 23 látogató javasolta. A név utal születési helyére, Dél-Afrikára, valamint a színére is, de azért is ez lett a befutó, mert a gondozók szerint az oroszlán születése után egy apró kókuszgolyóra hasonlított. Igazi közönségkedvencről van szó, hiszen születése pillanatától kezdve rengetegen figyelik az ő fejlődését. Éppen ezért a látogatókat kértük fel, hogy javasoljanak neki nevet, ezt többféle módon tették meg. Egyrészt a hivatalos közösségi oldalunkon rakhattak ki névjavaslatokat, másrészt pedig a postaládájába rakhatták az állatnak, mely az állat kifutója mellett található. Több száz név érkezett, például a White Vader úrnőtől kezdve a hófehérkén át a hópihéig, nagyon sokan ugye a fehér színezetére utaltak. A nyíregyházi állatparkban 2015 óta él egy fehér oroszlánpár, az ő utóduk kókusz. Mellé a gyöngyösi állatkertből hoztak egy nősztényfajtásat, azzal a céllal, hogy együtt nőjenek fel. A fehér oroszlán állomány a vadászat miatt jelentősen csökken. Utoljára 1994-ben láttak vadon élő egyedet. Napjainkban az állatkertekben és rezervátumokban élő egyedek száma nem éri el az 500-at.